Ezúttal meg fogjuk nézni azt, hogy vajon az az álláspont, amit ezen a csatornán hallottok, az egy szekta-e, illetve hogy mi is a szekta valójában, ugyanis rengetegen kérdezik, hogy ez egy szekta, vagy hogy egyáltalán mi ez. Úgyhogy most megpróbálom megmutatni, hogy mi a szekta, és aztán mindenki eldönti magának, hogy ez egy szekta, vagy nem, vagy a szekta egyáltalán jó-e, vagy sem. Én minden esetre tartózkodnék attól, hogy ismételgessek olyan dolgokat, amiket másoktól hallok, ugyanis az emberek egyrészt általában rosszul értelmezik a dolgokat, és nem értik az igazságot és a valóságot, másrészt tudatlanok így fölösleges átvenni olyan dolgokat, amiket ők sem tudnak, anélkül, hogy mi utána néznénk. A szekta dolog az egy nagyszerű példa erre. A szekta szó az egy zárt vallási közösség, az uralkodó vallásoktól, egyházaktól külön vált csoport, amely lényegi kérdésekben az általánosan elfogadott vallási nézetektől eltérő emberek zárt közössége. Ilyen viszonylatban ez egy szekta. És az a helyzet, hogy aki el akar jutni az igazsághoz, illetve azok az emberek, akik az igazságot keresik, és megtalálták, és tudják, hogy az írásban van, amit Bibliának hívunk, a 66 kanonizált könyvben, annak el kell válnia a fő vallásoktól, ugyanis azok tévútra vezetik az embert, és igazából az igazságot ott nem lehet megtalálni. Úgyhogy sajnos mindenki, aki az igazságot keres, és rájött, hogy az írás az igazság, a 66 kanonizált könyv, illetve Jehova teremtő szava, annak el kell válnia az uralkodó vallásoktól, egyházaktól. Ezért találták ki a szekta szót, hogy ezzel megbélyegezik az ember, hiszen az ember szereti, ha ugyanolyan vagy hasonló, mint a legtöbb ember, hiszen az akkor nem, nincsenek igazából problémák, mindenki békén hagyja, nem kell magyarázkodnia, és csak élheti az életét nyugodtan, és reméli azt, hogy majd őt is, mint ahogy mindenkit Isten szereti, és majd a végén mindenki a tábortűz körül fog énekelni, attól függetlenül, hogy fogalma sincs semmiről. Úgyhogy igen, ilyen értelemben ez egy szekta, hiszen ez egy zárt vallási közösség, mely az uralkodó vallásoktól, egyházaktól külön vált csoport. És a lényegi kérdésekben nem értünk egyet azokkal a nézetekkel, amiket ők képviselnek. Úgyhogy nyugodtan lehet ezt egy szektának hívni. Átvitt értelemben egy zárt csoport, akik saját filozófiai vagy politikai nézeteket követnek. Akár átvitt értelemben is nyugodtan lehet ezt szektának nevezni. Ugyanis saját politikai és filozófiai nézeteink vannak. Hogy ez jó vagy rossz, az döntse el mindenki magának. Csak azért, mert más, mint az, amit a legtöbb ember képvisel, vagy az, ami az általánosan elfogadott vélekedés, az nem jelenti azt, hogy ez rossz. Az csak azt jelenti, hogy ez más. Hogyha valaki ugyanazt gondolja, mint a tömeg, szerintem az a rossz. De ezt mindenki eldöntheti magának. Egyszerűen csak nézzen utána mindenki, hogy ez mit jelent, azok a dolgok, amiket ő nap mint nap ismételget, anélkül, hogy tudná, hogy igazából miről van szó. A Wikipédia szerint a szekta kifejezés az a leggyakoribb értelmezés szerint egy nagyobb vallási, kulturális, politikai vagy szociális szempontból jól megkülönböztethető csoporttól elkülönülő, azzal szemben álló kisebb csoport. Úgyhogy egyetértünk abban, hogy ez egy szekta. A szekta a latin eredetű sequi szóból származtatható jelentése követni, követni valakit. A szekta fogalom mai használata viszonylag pontatlan és kevéssé szelektáló. Egyik jelentése az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire nem bevett vallási csoportok, másik jelentése szerint szorosan összetartó, azonos nézetű, külvilágtól elkülönülő csoport, zárt csoportosulás valamelyik közösségen belül. Ha ezeket a jelentéseket nézzük, akkor a kereszténységnek egy szektának kellene lennie. Hiszen azt mondta, hogy különülj el a világtól, és ne vegyél részt azokban a dolgokban, amiket a világ csinál. Úgyhogy aki nem így cselekszik, az nem követi a megváltót. Nem azt mondom, hogy ki kell zárni a világot teljesen. Arról van szó,
hogy amennyiben beengedjük a világot az életünkbe, akkor az hatással lesz ránk, és ez nem az, amit a Teremtő akar. Az viszont biztos, hogy az uralkodó egyháztól elszakadt, és nem bevett vallási csoport az, amiről itt szó van ebben az esetben. A szó mind a köznyelven, mind a publicisztikában pejoratív tartalmú. Ezért használják az emberek, mert ezzel tudatlanságban képesek, vagyis megpróbálnak ártani, illetve fájdalmat okozni ennek a csoportnak azzal, hogy azt gondolják, hogy ismételgetni ostoba dolgokat az bármiféle hatással is lesz arra, ahogyan mi gondolkodunk. Ha tudnák, hogy honnan ered, akkor rájönnek arra, hogy eredeti értelmében azonban és vallás szociológiai használatban is egy sajátos vallásos közösségi forma megjelölésére használják. 100%-ig így van. Ez egy sajátos közösség, mely az írásra alapozza a szabályrendszerét és a filozófiát és a működési elvét. A vallás szociológia megkülönbözteti a szektákat új vallási mozgalmaktól, valamint a destruktív kultuszoktól. A vallás szociológia megkülönbözteti a szektákat, azaz a vallás szociológia azok az emberek, akik tudják, hogy miről beszélnek, akiknek van fogalmuk arról, hogy mik azok a szavak, amiket használnak, azok tudják, hogy mit jelent a szekta. Az, hogy a világ mit gondol erről, hogy a tudatlan emberek többsége mit gondol, annak nincsen jelentősége. Aki tudja, hogy mit beszél, az érti, hogy a szekta az nem egy új vallási mozgalom, és nem egy destruktív, azaz káros kultusz. Ez, amit mi csinálunk, értelmet ad annak, ami az írásban le van írva. Az írás alapján így kell élni. Tetszik vagy sem. Az, hogy mit állít az uralkodó egyház, vagy a jellemzőbb és nagyobb vallási csoportok, annak nincsen jelentőség az igazság szempontjában. Az, hogy mit gondol a köznép, illetve a média, annak nincsen jelentősége. A vallás szociológiának sincsen jelentősége. Aminek jelentősége van az az, hogy mi az, amit a Teremtő meghatározott. És aki érti azt, hogy mit beszél, az tudja, hogy bár ez egy szekta, ez nem egy káros vonulat. Ez csak egész egyszerűen más. A szekták alapvető jellemzői kizárólagosan egy vallás, vagy vallási tanító tanításai dogmáit követik és elítélik, elutasítják a rajtuk kívül álló vagy tőlük különböző gondolkodást, nézeteket. Ez is igaz ránk, hiszen egyetlen úgymond vallás, amit az írás képvisel, csak azt, az az, amit elfogadunk. Egy vallási tanító tanításait fogadjuk el, ez pedig Jahusá, Hamásiák, a szó megtestesülve. Annyiban nem, hogy mi egyáltalán nem ítéljük el, vagy utasítjuk el a többi embernek a gondolkodását vagy nézeteit, mi csak egyszerűen nem értünk vele egyet. Az ítélet az nem a mi kezünkben van. Az azonban igaz, hogy kizárólagosan egy vallás és vallási tanító tanításait fogadjuk el, ez pedig Jahusá, Hamásiák, azaz a szó testbe öltve, Yahuwah, a teremtő szava, ami a 66 kanonizált könyv, az írás, köznyelvben a Biblia. Akkor válik a csoport szektává, amikor a tanító vagy az egyház vezetője azt mondja, hogy mindenkinek az ő tanításait kell követni, és a tagoknak más tanításra nincs szükségük, illetve az üdvözülés csak az adott egyház tanításai jelentetik az emberek számára. Sok esetben éppen az embereket ilyen formán megkötő uralkodó egyházakból kivált, nyitottabb gondolkodású csoportokat nevezik az anyaegyházak szektáknak. Szóval, a helyzet az, hogy ez is igaz erre a csoportra. Mindenkinek Jahusá, Hamásiák tanításait kell követnie. Ő az út, az igazság, az élet. Senki nem jut el az atyához csak és kizárólag rajta keresztül. A tagoknak más tanításra nincsen szükségük. Teljesen fölösleges az embereknek, akik ezt az utat járják, bármilyen más tanítót hallgatni, mint Jahusá, Hamásiák vagy Jézus Krisztus tanításait. Ez az egyetlen dolog, amire szükségük van. Az üdvözülés csak és kizárólag ezen keresztül érhető el. Ez nagyon fontos, hogy mindenki megértse. Egyetlen tanításra van szükség, az, ami a 66 kanonizált könyvben van.
és kizárólag Yahusha Hamásiákon keresztül és ezen az úton lehet üdvözülést elérni. Teljesen fölösleges időt pocsékolni bármi másra. A kereszténységtől elkezdve a buddhizmusig az összes zsákutcába fog torkolni. Aki nem a 66 kanonizált könyv szerint él, és úgy, ahogyan a siák, a megváltó, mikor itt járt, az nem fog eljutni oda, ahova akar. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, még vissza fogunk térni egy része legalább, úgyhogy addig is a legjobbakat, és halleluja!